Egyre többen érkeznek kikapcsolódni, feltöltődni térségünkbe. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több turisták által kedvelt település van, legyen szó akár falusi, vagy akár gyógyturizmusról. A északalföldi régióban a kereskedelmi szálláshelyeken 681.400 vendég fordult meg, és több mint 1.860.000 vendég éjszakát töltött el. Ezek a számok konkrétan azt jelentik, hogy vendégforgalomban vendégszám alapján 10%-os növekedés történt, vendég éjszaka alapján pedig 9%-os növekedés történt. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy sikerült az északalföldi régiónak egy plusz 157.000 vendégészakát pluszban hozni a tavalyi év azonos időszakához képest, és ugye ebben már benne van a november is. Decemberre még adataink nincsenek, de a szolgáltatói visszajelzések alapján az év vége, a december mindig nagyon erős szokott lenni. Térségünkbe és térségünkből is sokan járnak pihenni. Az általunk megkeresett utazási irodában például egyre többen jelentkeznek be síelésre, hiszen megérkezett a sokak által várt hó. Kedvelt úti cél Ausztria és Szlovákia, de akadnak olyanok is, akik a hideg időben inkább meleg helyre vágynak. A csodaszép egzotikus szigetekre utaznak azok, akik a melegre vágynak, ilyenkor ugye elsődlegesen Maldív-sziget, Dominika, Seszel-sziget, vagy akik egy kicsit a természeti gyönyörűséget párosítani akarják kulturális értékekkel, ugye Tájföld, Kuba, Mexikó, vagy akár Dubai is számításba jöhet ilyen utazások során. Ezeket az utakat egy szűk réteg képviselői választják, mondják a turizmusban dolgozó szakemberek. Ilyenkor nem ritka a több százezer forintos utazási költség, a szállásdíjak pedig akár milliós kiadásokat is jelenthetnek.